Három a magyar igazság, szokták mondani, hát nálad ez a hármas szám, ez most nagyon bejött, hiszen harmadszor nyerted el az év természetfotósa címet. Milyen érzés volt harmadszor is átvenni a díjat? Jó érzés, mint mindig, de talán ez volt a legizgalmasabb a három közül, ugyanis 0,3% volt az, amivel nyertem az a második előtt. Épp az előbb beszélgettünk arról, hogy hogyan is történik a díjazás, ha elmesélnéd ezt. Igen, tehát 4000 kép körül érkezik be a pályázatra, mindenki 25 képpel indulhat maximum, és a zsűri három fordulóban szűri ezeket a képeket, a végére marad 98 épp az időn, és ebből a 98-ból kiasztja a díjakat, és akkor a végén anonim módon természetesen megnézik egy kódszám alapján, hogy ki az, aki a legtöbb díjat és a legtöbb kiállított képet produkálta abban az évben, és akinek a legmagasabb ez a százalék értéke, az kapja ezt a címet. Tehát aki a legtöbb képpel jut be, mondjuk idén a 98 közé. Tehát van egy képszám, arra kap mindenki egy százalékot, illetve van egy díj része a dolognak, hogy ki mennyi díjat nyert, és ez a kettőt összeadják, és így adódik össze. Ki mennyi díjat nyert? Tehát egy-egy fotóját mennyire értékelték? Nem, én 8 díjat nyertem 6 képemmel, ha jól emlékszem. Ezek milyen díjak? 3 első díj, 3 második díj és 2 külön díj volt. Akkor egy kicsit erről a kollekcióról, ezekről a képekről, amik bejutottak a 98 közé. Igen, 9 képem jutott be. Mint mondtam, ezeket mind itt a környékbe készítettem, illetve a legtávolabbi hely az a bogyiszlói rét volt, ahova mentem, de gyakorlatilag Soltvadkert, Akasztó, Pirtó, Tázlár, tehát ezeken a környéken készült az összes képem. Valahol olvastam, vagy hallottam, hogy éjszakában szeretsz inkább fotózni, meg gondolom, akkor van rá inkább időd. Ezek közül hány készült éjszaka? Igen, nagyon szeretem az éjszakai felvételeket, és ezek közül azt mondja, hogy lett egy éjszakai második díjas, egy másik éjszakai megint második díjas, és még kiállítva lett egy másik éjszakai képem, tehát én nagyon szeretem az éjszakai dolgokat. Ahogy utána néztem a díjátadónak, egy olyan kép volt, egy olyan fotó volt, ami úgy téged szimbolizált. Ez nyerte az első díjat, vagy miért pont ezt választották? Interjút is ezelőtt, a fotó előtt adtál. Ez egy nagyon különleges és kedves kép volt, ugyanis ezt a születésnapomon csináltam, a 45. születésnapomon kimentem fotózni, és ezt a Fülöpházi homokbuckára, és akkor nem ezt a képet szerettem volna megcsinálni, hanem azt, ami második díjas lett, tehát gyakorlatilag ezt is ugyanazon napon egy néhány órával később készítettem, és ez a két kép, ez nagyon kedves volt nekem, hogy pont a születésnapom és egyik első díjas, második díjas, és az egyik egy olyan kép volt, az a bogaras, amelyik egy ilyen megtalált kép volt, tehát lenéztem a homokba is, és ott megláttam, és lefotóztam, és első díjas lett. A másikat pedig, az pedig sokat agyaltam rajta, hogy lehetne azt elkészíteni, és igazából azért mentem, hogy azt megcsináljam, és akkor az. És ez mi volt? Az, ugye van az a Fülöpházi vándorló homokbucka, és azt szerettem volna egy ilyen csillagos égbolttal, a tejúttal megfotózni, és akkor a dombot pedig külön vakuval kivilágítottam egy ilyen fával az előtérbe, és az nagyon jól sikerült az is. A bogár is ott volt, amikor megláttad, mert én úgy emlékszem, hogy azt mondtad, hogy csak a nyomokat láttad, és akkor elkezdted keresni a bogarat. Így van, ott járkáltam a buckán, vártam az éjszakát, ugye, és akkor megláttam a homokba ezeket a kis apró nyomokat, és akkor, hát nyilván a bogarat azt nem, mert nagyon pici volt, és akkor elkezdtem a nyomokon indulni, és ugye, megtaláltam a végén. A második díjas képet fotodról mondtad, hogy tehát dolgoztál azzal, hogy az olyan legyen. Ez általában így működik, hogy nagyon elő kell készíteni egy-egy ilyen fotót? Vannak olyanok, igen. Tehát kétféle dolog van, hogy az ember lenéz és megtalálja a fűbe az első díjas képet, vagy a szép képet. És van olyan, amikor ugye kim van az ember sokat a természetben, sokat lát, és akkor elkezd beindulni az agya, hogy ebből mit lehetne kihozni. És akkor lehet, hogy ősszel kell visszamenni oda, lehet, hogy nyáron vagy tavasszal, és akkor egy picit agyal rajta, hogy ebből világítással, vagy valamilyen fototechnikai trükkel lehetne valami jó képet kihozni. És az a buckás is ilyen volt, hogy én ezt ősszel lefotóztam, de csak úgy,
nem erre készültem. És utána télen tovább gondoltam, hogy hogy lehetne ezt jobban kivitelezni, és akkor tavasszal visszamentem, és akkor megcsináltam. Emlékszem az előző díjas képed is, amire az előző alkalommal nyertél, az is valami különleges technikai bravúr kellett hozzá. Igazából egy ismert fototechnikai eljárással készült az, de... Azt is elő kellett készíteni elég. Nem, az olyan volt, hogy az ott megláttam, és akkor ott egyből lefotóztam, tehát az egy olyan kép volt, ami talált kép volt, csak egy kicsit ott helyszínen kellett improvizálni, hogy midől lenne jobb. Mit szeretsz te ebben? Igazából azt szereted, hogy kint lehetsz a természetben, vagy a fotózást, vagy így jó, hogy a kettő együtt van? Hát igazából a természetben szeretek kint lenni. Tehát ha nem csinálok egy képet, akkor is jó a pusztában kint bóklászni, vagy kint ülni a lesen, és akkor nézni, hogy mi történik a tóban. Tehát ezek jó dolgok, de nyilván az a legjobb, amikor aztán, mint a vadászatnál, hogy kint ül az ember lesen, és nem biztos, hogy azért megy, hogy most egy lőjön egy díjnyertes bikát, hanem szeret kint ülni, és akkor nálam is így van ez, hogy szeretek kint lenni, és ha esetleg egy jó képet haza tudok hozni, az egy külön öröm. Én tudom, hogy amikor elmegyünk kirándulni, és kamera van a kezembe, akkor egész más szemmel nézem azt, ami körülöttem van, így vagy ezzel te is, hogyha kimész, akkor a természetet is más szemmel nézed? Nem, én mindig más. Én mindig úgy nézem, mint a kamera lenne a kezemben. Tehát én, ha most itt szétnézek, akkor is nézem, hogy na, ott milyen jó kompozíció van ott a fák levelei között. Tehát én már így látok mindig, akár... ha utazok az autóval, vagy bármikor, már olyan szemmel nézem a tájat, hogy komponálom, keresem a vonalakat, keresem a színeket, tehát én valahogy így kicsit rá vagyok erre már betegedve erre a dologra, úgyhogy ez lehet, hogy szakmai ártalom, de ez nálam így működik. Ugyancsak az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy vajon hány olyan természetfotós van, aki háromszor nyerte el a díjat, mint te, és mondtad, hogy van, aki még többször is. Igen, van egy négyszeres, ugye Máté Bence barátom, sokat fotózunk együtt, mert nagyon jó barátok vagyunk. Ő négyszer, illetve van még egy háromszoros, ha jól tudom, igen, ezt még egy háromszoros van az országban. Most gondolom, hogy ezeket a képeket azért már régebben be kellett adni. Azóta készítettél-e olyan fotót, amire azt gondolod, hogy ezzel esetleg sikered lehet, vagy büszke vagy rá? Igen. Ez ugye ezt június elején kellett beadni, május vége, június elején kellett beadni a jó emlékezésem, és hát azóta persze nagyon sok jó képet készítettem. És... Egyébként nehéz válogatni? Tehát amikor arról van szó, hogy mit küldjél be, akkor nagyon nehéz dolgod? Nehezebb, mint fotózni. Tehát sokszor volt olyan, hogy egy barátom mondta, hogy ez milyen jó kép, és ezt feltétlenül küldöm, mondom, ez semmi. De hogy ezt küldjem be. Beküldtem, és ez valami nagy díjat nyert a sajtófotó pályázaton. Tehát sokszor az ember a saját gyerekei között nem tudja, hogy melyik a legszebb, és neki vagy mindegyik szép, vagy kevésbé, és elég nehéz. Nagyon nagy gondot okoz a válogatás nekem. És mit szóltak a fotósok, akik ott voltak ezen a díjátadón? Gondolom, hogy gratuláltak, azon kívül nagy elismerést kaptál, gondolom. Igen, nagyon sokszor, még most is kapom, sokszor hívnak telefonon, meg írnak a interneten, hogy gratulálnak. Hát jól esik, igen, jól esik, hogy ezeket így kapom, de nem ezért csinálom. Tehát... Zsótvadkerten is büszkék rá, gondolom. Remélem. Tehát nem ezért csinálom. Ez csak egy ajándék, hogy az ember ilyet kap, és ilyet nyer, de nem ezért csinálja az ember. És én minden évben elküldöm a saját 25-ös kollekciómat, és nem gyűjtögetek, mint több fotós, aki 3-4 évig gyűjtögeti a képetek, és akkor beteszi a pályázatot, és akkor 90% hogy ő nyeri meg, mert azért elég magas kvalitású emberek ezek, hanem én 94 óta 3 év kihagyásra minden évben indulok. Tehát én minden évben a friss anyagot adom be, és hát azért is kicsit büszkébb vagyok, hogy nem 3 év és 4 év anyagából raktam össze, hanem 1 évéből. Most készül egy könyv is a 2014-es év díjnyertes fotóiból, gondolom, abba bekerül a te fotód is. Ez már kész van ez a könyv, tehát ezt a kiállítás megnyitóján már meg lehet vásárolni, és ezt a 98 fotót tartalmazza. A hátlapján pont az én egyik képen van.